köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Már osztják a karácsonyi csomagokat, 4500 szexárdi szépkorú kap ajándékot az önkormányzattól. Kinyit a Bonyhádi Posta, a város átvállalta a költségeket. Bezárta a megyei múzeum, a megemelkedett energiaárak miatt csukták be ideiglenesen a kapukat. Kössük be a biztonsági övet, a rendőrség szerint a halálos balesetek egyharmada elkerülhető lenne. Elkezdődött csütörtökön a szexárdi szépkorúaknak szánt karácsonyi ajándékcsomagok kiosztása a helyi piac tér emeletén. Idén 4500-an jelentkeztek az ajándékokért előzetesen, amiknek az értéke közel háromszor annyit ér, mint tavaly. Alig egy órával a nyitás után már egyre több szépkorú érkezett, hogy átvegye a neki szánt városi ajándékcsomagokat a helyi piac tér emeletén. Nem tudom, mi van benne, de biztos, hogy fel fogjuk használni, és el fogjuk fogyasztani, és nagyon hálásan köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, vagy gondolt az idősekre. Összesen 4500-an regisztráltak, nekik a tavalyi kettő helyett 4000 forint értékben vásároltak tartós élelmiszert és ajándéknak is adható édességet, még hetekkel ezelőtt a polgármesteri hivatal munkatársai. Így a szatyrok értéke mostani áron számolva nagyjából 6000 forint. A napokra pontos beosztás történt a hivatali dolgozói létszámból. Gyakorlatilag azt akarjuk elérni, hogy zökkenőmentesen is minél gyorsabban menjen a kiosztás. Arra kérnénk szépen mindenkit, hogy a megjelölt napon ABC sorrendben, amik meg vannak hirdetve, akkor érkezzenek, azzal gyorsul a dolog. Az ajándékokat az igénylők vezetéknév alapján ABC sorrendben adják át. December 8-án csütörtökön az A betűtől a CZ-ig kezdődő nevűek érkezhettek reggel 8 és délután 4 óra között. Sokan eljöttek már annak ellenére, hogy 9-10 óra magassága körül járunk. Sokan eljöttek és nagyon-nagyon fegyelmezetten megy a csomagosztás. Bízunk abba, hogy ez az elkövetkező napokban is így lesz, és akkor minél gyorsabban, minél hamarabb meg fogja mindenki kapni a csomagját. December 9-én pénteken is folytatódik az ajándékok kiosztása a szexárdi piac tér emeletén. Akkor azokat várják, akiknek a vezetékneve D-vel, F-vel vagy G-vel kezdődik. Ők délután 2 óráig érkezhetnek meg reggel 8-tól. Hétvégén nem osztanak csomagokat, hétfőn viszont ismét kezdődik az átadás. Hamarosan elkezdődik a bártaszéki piactér felújítása. A munka közel 150 millió forintba kerül majd, amiből több mint 52 milliót a helyi önkormányzat finanszíroz. A pénzből új épületet alakítanak ki vizes blokkal, új térburkolatot és új kialakítású parkolót kap a teljes terület. Mobilasztalok, padok, kamerarendszer, parkosítás is a beruházás része. A kivitelezés néhány napon belül elkezdődik. Egyelőre a fedezetet biztosítjuk a 2023-as költségvetésben. Meglátjuk, hogy ezt sikerül-e saját forrásból, vagy külső forrásból kell a finanszírozást megoldani, de beruházás néhány napon belül el fog indulni ezen a területen. Nem lesz kötelező a nyelvvizsga a diplomához. Ezzel kapcsolatban fogadott el ugyanis törvénymódosítást az országgyűlés. Ugyanakkor a felsőoktatási intézménye a tantervben meghatározhatta az idegen szaknyelvi ismeretként elfogadható, államilag elismert nyelvvizsgát vagy más tudásmérést. Az iskoláknak gondoskodniuk kell az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretek oktatásáról is. A rendelkezést az idei tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni. Mégsem zárják be a bonyhádi Fáji lakótelepen található postafiókot. A település vezetése ugyanis a hír hallatán azonnal tárgyalni kezdett az állami szolgáltatóval, és sikerült elérni, hogy a helyiség továbbra is működjön. Az ehhez szükséges forrást az önkormányzat biztosítja. Ez a tájékoztató olvasható a bonyhádi Fáji lakótelepen található postahivatal ajtaján. Nem csak ezt, hanem a Majosi hivatalt is bezárta az üzemeltető, azzal az indokkal, hogy a megemelkedett energiaárak mellett csak egyetlen postát tudnak működtetni a városban. Filoni Ferenci Bölly, a polgármester azonnal tárgyalásokat kezdett a helyzet megoldása érdekében. Azt a tájékoztatást kaptam, amit írásban is kértem, hogy a Magyar Posta egyetlen egy posta visszanyitását engedélyezi és vállalja. A felmerülő üzemeltetési költségeknek a felét kell
vállalnia az önkormányzatoknak, aki szeretné újra nyitni a postáját, így a Bonyhádváros önkormányzatának is. Tehát itt konkrétan nem a rezsiköltségekről beszélünk, és azoknak a feléről, hanem valamennyi az üzemeltetéshez szükséges költség feléről. Rendkívüli testületi ülés döntött arról, hogy az önkormányzat felvállalja a költségeket a postafiók megnyitása érdekében. Éves szinten 18,7 millió forint plusz áfa, ami meghaladja 23,5 millió forintot. Ebbe bele kell érteni béreket, pénzszállítási díjakat és minden mást a rezsiköltségeken felül. A testület úgy döntött, hogy Bonyhádváros saját költségvetéséből finanszírozza az újranyitást és a működést a következő 18 hónapra. Kísérletet tettek annak érdekében is, hogy felvállalva a költségeket, a Majosi hivatalt is kinyitassák, ám ezelől a tulajdonos elzárkózott. A döntés hatására január 2-án ismét fogadja majd az ügyfeleket a Fáji lakótelepen üzemelő postahivatal. Karácsonyi ajándékokat gyűjtöttek a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna megyei munkatársai a Szekszárdi Szent Erzsébet Karitas Alapítványnak. A felajánlásokat főként tartós élelmiszert, szaloncukrot, játékokat és tisztálkodási szereket Fauszné Círják Zsanettől, a NAV igazgatójától Kálóczi Andrea alapítvány elnök vette át. A Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum, a Babics háza, az Irodalomháza és a Vármegyeházi kiállítóterek is zárva tartanak az idei fűtési szezon alatt. Az intézkedést a megemelkedett energiaárak miatt kellett meghozni a fenntartónak. Az élet azonban nem áll meg, programokat szerveznek, kutatásokat végeznek, és a kell kabátos tárlatvezetést is tartanak majd. Bezárta kapuit a látogatók előtt a Vosinszky-Mór megyei múzeum, legalábbis a fűtési szezonra. Nemrég a szekszárdi közgyűlés azt a határozatot hozta, hogy a megemelkedett energiaárak miatt több intézmény nyitvatartási idején is változtatni kell. 15 fokon temperált hőmérsékletet azért biztosítunk az épületekben műtárgyvédelmi okokból. Elsősorban van a minisztériumtól, Kulturális és Innovációs Minisztériumtól egy szakmai ajánlás erre vonatkozólag, hogy a műtárgyak védelme érdekében 15 fok alá ne menjen le a hőmérséklet. Ezt az önkormányzat akceptálta, legalábbis egyelőre. Úgyhogy ennek köszönhetően azért valószínűleg a műtárgyak, amíg ez a hőmérséklet biztosított, nem kerülnek veszélybe. Ellenben 15 fokban már nem lehet irodai munkát végezni, így home office-ban folytatják a dolgozók a megkezdett projektjeiket. A főépület mellett az intézmény kiállító helyei, mint a Babics ház, az Irodalomháza és a Vármegyeházi kiállítások is zárva lesznek, illetve szünetelnek. December 5-e és 2023. április 15-e között. Ez idő alatt a múzeum nagyobb hangsúlyt fektet majd az online megjelenésre. A lehetőségekhez képest próbáljuk fenntartani a múzeumnak az ügyét, és nagyon bízunk benne, hogy jövőre ez a helyzet, tehát hogy az energiaárak úgy fognak alakulni, vagy olyan állami támogatásban részesül maga az önkormányzat is, hogy jövőre nem kerül sor ilyen részleges kiállítás zárásra. A több mint negyedéves zárvatartás alatt azonban lesz lehetőség a kiállítóhelyek megtekintésére, szervezett legalább 10 fős csoportokban. Árokba hajtott és felborult egy autó pincehelyen. Hogy pontosan miért történt a baleset, egyelőre nem tudni. Az biztos, hogy a jármű éppen kanyarodott. Szekszárdon pedig a helyi rendőrkapitányságnál zebrángázoltak el egy 60 éves nőt. Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett. Fotópályázatot hirdet a 7100 Szekszárda Városad Egyesület. Amatőröktől és profiktól is várnak alkotásokat, amelyek a szekszárdi tájat vagy a tolnai megyeszékhely épített örökségét mutatják be. A fotók nem lehetnek régebbiek 2 évesnél. Az első 3 helyezett több 100 000 forint értékű ajándékutalványt kap majd. A rendőrség szerint a halálos balesetek egyharmada elkerülhető lenne, ha az autóban ülők használnák a biztonsági övet. Az egyenruhások egy kampány keretében szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy aki autóban ül, mindenképpen csatolja be magát annak érdekében, hogy épségben hazaérjen.
Konkrétan beleharapott a kormányba, és a foga is benne maradt egy ütközést követően annak a sofőrnek, aki nem csatolta be magát az autóban. A vezető emellett a szélvédőt is kifejelte. Ez az eset még a szerencsésebbek közé tartozik, hiszen nem végződött tragédiával. A biztonsági öv használata hazánkban egyébként kötelező, néhány esetet kivéve, ilyen az erre vonatkozó orvosi javaslat vagy a tolatás is. Emellett a taxisok, illetve az autóbusz vezetői bizonyos esetekben meg vannak kímélve attól, hogy a biztonsági jövüket használják. Ez természetesen egyébként tőlük függ, hogyha ők azt gondolják, hogy a biztonsági jövüket ezekben a kivételes esetekben használni kívánják, akkor ezt megtehetik. Tolna megyében az idén, illetve az elmúlt években történt halálos balesetek egyharmada elkerülhető lett volna, ha az autóban ülő becsatolja a biztonsági övét. Nem kérdés az, hogy ezt be kell kapcsolni. Nem lehetőség, hanem mindenki számára kötelezettség. Ez egy olyan társadalmi felelősségvállalás, amely mindenki számára nagyon fontos és megfontolandó. A rendőrség szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy aki autóba ül, mindenképp csatolja be magát annak érdekében, hogy épségben hazaérjen. Regionális híreink következnek. 5 év után derült fény a büntetre, saját házában rejtegette a maradványokat a bostai férfi. Adófórum az iparkamarában a jövő évi változásokra készítették fel a vállalkozókat. Ajándékokat vittek a motorosok, egy kaposvári anyaotthonnak segítettek. Eltűnt személy utáni nyomozásként indult, 5 év után pedig emberölés gyanújával nyomozza a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. 2017-ben egy akkor 23 éves férfi szívódott fel nyomtalanul. Az elmúlt időszakban viszont több információ is felmerült, ami arra utal, megölték őt. Figyelem! Itt a rendőrség! Egy 40 éves bostai férfi elfogásáról készültek ezek a rendőrségi felvételek. A gyanú szerint ugyanis a baranyai településen emberölés történt 2017-ben, amelynek gyanúsítottja F. Attila. Az ügy korábban eltűnt személyi utáni nyomozásként indult. S. Zoltán eltűnését akkori élettársa jelentette a rendőrségen, miután a nő 5 napja nem látta a férfit. Megállapítható volt, hogy korábban több helyen is lakott az országban, Budapesten, Pécset, de dolgozott Svájcban is. Bosta községbe 2014 évbe költözött, ahol megismerkedett később élettársával, és az eltűnés időszakában az is megállapítható volt, hogy az italozó életmód miatt élettársával megromlott a viszony, összevesztek. A megalapozott gyanú szerint F. Attila 2017. júniusában bostai házában nyakon szúrta a sértettet, aki ennek következtében életét vesztette. A holttestet ezután a garázsban lévő szerelőaknába temette, majd azt 2021. januárjában, miután egy másik bostai ingatlanba költözött, kiásta. Az elmúlt időszakban több olyan információ és gyanús körülmény is felmerült, amelyek ellenőrzése indokolt volt, így otthonában keresték fel a gyanúsítottat a rendőrök. Az előállítást követően közvetlenül a bűncselekmény elkövetését és minden jogsértő cselekmény elkövetését tagadta. A lakóhelyén, itt az új lakóhelyre gondolok, kutatást végeztünk, ahol a 7 óra előtt néhány perccel a lakóház padlásáról egy fekete színű nejlonzsákból emberi maradványok kerültek elő. F. Attila ekkor elismerte, hogy ezek a maradványok S. Zoltán maradványai. A gyanúsított ellen őrizetbevétele mellett emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a Baranya megyei rendőrfőkapitányság, és kezdeményezik a férfi letartóztatását. A Mikulással és a Krampuszokkal is találkozhattak a gyerekek a Simonfai turistaháznál. A Meteor Természetbarát Turista Egyesület hagyományos decemberi kirándulásának részvevői ezúttal is csokit kaptak, ha a rövid énekkel vagy verssel köszöntötték a télapót. Szüleikkel, nagyszüleikkel járták végig a gyerekek a 3,5 kilométeres útvonalat. A táv megtétele után a kirándulás résztvevőit a Simonfai turistaháznál várták. Tudni tudta a csatoládi, jaj, de jó gyerek, mert hídek nem való. Egy-egy rövid ének vagy vers után a Mikulástól és a Krampuszoktól is ajándékot kaptak a gyerekek. Ennek a kirándulásnak sok a visszatérő vendége. A nagyapám már nagyon régóta itt túrázik, és hát minden évben eljövünk túrázni, és nagyon jó. Hideg van, de föl kell öltözni, nagyon jó a hangulatok, sok kicsi van, tök jó barátságokat lehet kötni. 3,5 kilométert túráztunk, és én nagyon jól éreztem magam.
A koronavírus járvány alatt az Egyesület nem tudta megszervezni a Mikulás túrát, idén viszont 60-an regisztráltak. Az elmúlt években felújított turistaházban a többi között forralt borral, meleg teával és zsíros kenyérrel kínálták a vendégeket. Ugyanakkor nem ez volt az év utolsó túrája. Lesz az új évbúcsúztató buli december 29-én, aztán 31-én a szokásos szilveszteri túra, és hát az új évet pedig január 1-én az úgynevezett kórhely túrával kezdjük. Az idén 40 éves egyesület évente több tucat túrát szervez. Céljuk, hogy a természetben eltöltött aktív időt megszerettessék az emberekkel. A jelenleg 150 tagot számláló egyesület azt tapasztalja, egyre többen járják a Zselicet, ahol összesen csak nem 1000 kilométernyi útvonal közül lehet választani. Milyen adóváltozások várhatóak jövőre? Erről tartottak fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Hagyomány már évtizedek óta, hogy decemberben a szakemberek tájékoztatják a vállalkozásokat, könyvelőket arról, hogy mire számíthatnak a következő évben. A kamarai adófórumon a NAV és a helyi adóiroda munkatársai is tartottak előadásokat. Adófórumot tartottak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Egy 3 évtizedes hagyományt folytatnak ezzel, mondta a gazdasági iroda vezetője. A fórumon a szakemberek tájékoztatták az érdeklődőket a 2023-ban életbe lépő adójogszabályok változásáról. Vannak témák, amikben kisebbek, vannak, amikben nagyobbak. Ami ugye fontosnak tartom elmondani, hogy itt ugye a helyi NAV és a helyi adóiroda, akik ugye az állásfoglalások másik oldalán, az ellenőrzések másik oldalán állnak, ők tőlük lehet megkapni a tudást, beszélni velük, kapcsolatot építeni, és elsődlegesen az információkat megkérdezni, az esetleges kérdőjeleket pedig ponttá tenni a végére. Az adófórumon több területet is érintettek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal rendszeresen tájékoztatja az adózókat a jogszabályváltozásokról. A Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében most adófórumon hallgathatják meg az érdeklődők a 2023. évi adóváltozásokat. A tájékoztatón elhangzanak a személyi jövedelemadóval, az általányadózással, a kisadózással, a társadalombiztosítási járulékkal, az áfával és a társasági adóval kapcsolatos új szabályozások. Ilyen változás például az általányadózásban, hogy egyszerűsödik az adminisztráció. Az érintetteknek továbbra is be kell nyújtaniuk a járulékbevallásukról készült dokumentumot, azonban már nem havonta, hanem negyed évente. Ugyanígy a fizetési kötelezettséget is ekkor kell teljesíteni. Újítás még, hogy az arányosítás érdekében az adómentes jövedelem határig kevesebb adót, illetve járulékot kell fizetniük az általányadózóknak. Játékokkal és édességekkel is meglepték a motoros Mikulások a kaposvári Borostyán Virágnya otthon lakóit. A mintegy 40 motoros több helyszínre is vitt meglepetéseket, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. Közösen díszítették a fenyőfákat a kaposvári anya otthon lakói, akik már nagyon várják a karácsonyt és ezzel együtt az ajándékokat is. A babát, meg a babakocsit, meg a babacumit, meg minden. A karácsonyvárás nem csak a gyerekeknek, hanem az édesanyáknak is fontos. Ilyenkor sokan gondolnak az anya otthonban élőkre. Nagyon sok adomány jön, nagyon örülünk neki, főleg a gyerekek, meg mi is nagyon örülünk nekik. Az anya otthon lakóira a motoros Mikulások is minden évben gondolnak. A gyerekek izgatottan várták őket idén is. Volt, aki verssel készült a fogadásukra. Hátán futton, kezébe törtő lány. Ő az öreg Mikulás. Nem kellett sokat várni a motoros Mikulásokra, akik természetesen nem érkeztek üres puttonnyal. Játékokat, édességeket és egészséges italokat is rejtettek a dobozok. De nem csak a Borostyán Virágnya otthonra gondoltak az ajándékozáskor, hiszen ilyenkor Kaposvár több pontjára is elgurulnak. Körülbelül 40-en vagyunk, de ahogy látom, állomásról állomásra szaporodik a számunk. Városi motorosok csatlakoznak hozzánk, idén 6 helyszínünk van, illetve hát annyi
adomány összejött a sok-sok összefogásból, hogy gyakorlatilag karácsony még egy körünk lesz, akkor nem mint motorosok, mint autósok, de annál nagyobb szívvel visszük a összejött ajándékokat. A Borostyán Virág anya otthonban jelenleg 12 anyuka és 28 gyermek él. Az ő karácsonyukat is igyekeznek szebbé varázsolni, nem csak az intézmény munkatársai, hanem a támogatók is. Advent idején ugyanis megnő a jótékony segítők száma. Az idei évben talán annyi változás történt, hogy talán az emberek is érzik azt, hogy mindenkit érint ez a fajta nehéz helyzet, az árdrágulás, a bizonytalanság, és talán most még fokozottabban adományoznak, mint az előző években. Nagyon nagy örömöt jelent, hogy olyan dolgokat is kapunk, tartós élelmiszer, pénzadomány, van, aki a rezsiszámlánk egy részét kifizeti, amivel az intézmény működését is támogatják, és így közvetve támogatják lényegében a családokat. De az előző évekhez képest, amikor a gyerekek játékot, édességet kaptak, most nagyon sok adományozó dönt úgy, hogy inkább az intézmény támogatja azért, hogy fennmaradjon, hogy hosszú távon tudjon biztonságot nyújtani az hozzánk érkező családoknak. Van támogató, aki élményt adományoz, így nem ritka, hogy moziba vagy más programra viszik az anya otthon lakóit advent idején. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Már osztják a karácsonyi csomagokat, 4500 szekszárdi szépkorú kap ajándékot az önkormányzattól. Kinyit a Bonyhádi posta, a város átvállalta a költségeket. Bezárta a megyei múzeum, a megemelkedett energiaárak miatt csukták be ideiglenesen a kapukat. Kössük be a biztonsági övet, a rendőrség szerint a halálos balesetek egyharmada elkerülhető lenne. Pénteken egy mediterrán ciklon okozhat barongós, csapadékos időjárást, egész nap szeles időre készülhetünk. Este felé a déli térségre is áttered, az intenzívebb csapadék várhatóan országszerte esik majd. Éjjel további kiadós eső várható, majd hideg front érkezik, ami fokozatosan kelet felé sodorja a csapadékot. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!